Négy hete gyűjti a kilométereket a kellemes tavaszias időben Hérics Dávid és Szomolányi Máté. Az előző szezonban még mindketten más párral versenyeztek, ezért most a legfontosabb feladatuk az, hogy minél hamarabb megtalálják az összhangot a hajóban. Érzem, hogy jön a lámazerő folyamatosan. Hérics Dávid tavaly 500 méteren lett bronzérmes a VB-n, de a legrövidebb távon is szerzett már felnőtt világbajnoki címet. Jelenlegi párja Szomolányi Máté sem számít tapasztalatlannak. Edzőjük szerint további előny, hogy a két versenyző régóta ismeri egymást. Mindketten szerepeltek már 200 párosban nemzetközi versenyeken, akár 23 vagy felnőtt világversenyekre gondolok. Összeszokottságuk lehet egy pici előny, ugye gyerekkoruk óta az én kezem alatt dolgoznak, nálam kezdtek el kajakozni, rengeteg csapathajót mentek együtt. A melegvízi edzőtáborban egyes és páros hajóban közel 600 kilométert teveztek a versenyzők. Hérics Dávid azt mondja, hogy az eddigi felkészülésük kiválóan sikerült. Volt benne minden, futás, kondi, evezés, rengeteget eveztünk, kilométerünk lett sok. Én azt gondolom, hogy tényleg teljesen maximálisan elégedett vagyok az elvégzett munkával, nincs hiányérzetem. A győri kajakosok egy hónapig készültek Sevillában. Most néhány napra hazatérnek, majd Olaszországban folytatják a munkát. Az új páros első komoly megmérettetése az olimpiai válogató verseny lesz május közepén.